Tetőtéri ablakot mindenféleképpen érdemes olyan kereskedőtől vagy tetőablakba építőtől vásárolni, aki több márkával is foglalkozik. Azokon a helyeken, ahol egy, kettő, maximum három márkát tudnak ajánlani, ott mindig felmerül a kérdés, hogy vajon az én igényeim alapján fognak nekem tetőablakot ajánlani, vagy az alapján, hogy ők mivel foglalkoznak és mit tudnak nekünk kínálni. Egy tetőablak vásárlás során rengeteg kérdés merül föl, ugye erről írtunk a honlapunkon is, egy tetőablak összehasonlítás cikkben, illetve egy korábbi videóban is beszéltünk róla, milyen szempontok alapján érdemes kiválasztani az ablakokat. És tulajdonképpen, amikor végigmegyünk ezeken a szempontokon, mint a méret, a tetőtéri ablak anyaga, üvegezése, kilincs elhelyezkedése, árnyékolás, akkor lényegében a végén megkapjuk azokat a tulajdonságokat, amire nekünk szükségünk van, és ez alapján érdemes tetőablakot választani.